Nagyon sok boldog pillanat volt az életem, amikor a gyerekeim születtek. A honvédségtől szerettem, az is egy boldog pillanat volt. Most ez, hogy a börtönből szabadultam, de ezt össze sem lehet hasonlítani azzal, amit lelkileg ott bent kaptam. Sok az elítélt, és kevés a munkatárs. Nemrégen jöttem ki ugye a börtönből, és hát újjá kell építenem az egész életemet. Ez egy ilyen hármas találkozás önmagunkkal, Krisztussal és a világgal. Civil munkatársak jönnek be, akik csak azért jönnek, hogy elmondják nekünk a jó hírt. Éreztük azt, hogy minket is lehet szeretni. Hiába vagyunk börtönben, tehát szerethető emberek vagyunk mi is. Nekünk is vannak érzéseink. Volt egy várom, egy csillogó várom, amit én elképzeltem, de ha jött volna egy nagy vihar, azt el is vitte volna úgy, ahogy áll. Én nagyon nehezen tudtam megbocsájtani. És a kurzió óta van ez is bennem, hogy tudok megbocsájtani, ami nagyon nagy szó.